A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében 1,3 milliárd forint Európai Uniós, valamint 400 millió forint hazai támogatásból újul meg a Moson-Magyaróvári Vár. A látványos munkálatokkal már végeztek a szakemberek, hamarosan pedig a város lakói előtt is megnyitja kapuit az emblematikus épület. A több hónapig tartó munkálatok alatt természetesen több kincset is találtak a szakemberek. Az októberi Nyugdíjas Egyetem előadásán ezeket mutatja be Eszes Tibor építészmérnök. A véletlenek kedveztek, 19 Szent György napján előkerült Bazini Szent Györgyi grófi család kőpajzsos gótikus címere, úgy tűnik eredeti gótikus festéssel. Ez óriási szerencse volt, statikai vizsgálat során 8-ad magammal találtuk meg a déli udvari falban elrejtve az 1530-as téglákkal elburkolt 30 centi mély zónában. Eszes Tibor stábunknak elmondta, óriási szerencséjük volt, hogy ilyen kincseket találtak a felújítás alatt. A munkálatok során fontos feladat volt a vár eddig megőrzött, az értékláltárban felsorolt és a korábbi kutatói vizsgálatokkal igazolt értékek megőrzése, bemutatása, valamint a munkálatok során előkerült objektumok, tárgyak helyszínen való szemléltetése és megmutatása. A földszint megújításával és a szerkezet megerősítésével jókora feladatrészt elvégeztek a szakemberek, amiket a műemléki eszközökkel és a régészeti szempontok figyelembevételével sikerült megoldani. A felújítás a földszinti kiállítótereket célozta, és egy plusz segítséggel megvalósulhatott a vár teljes külső homlokzat állagóvása, felújítása. Az emeleti belső terek felújítását azt a későbbi idők fogják megoldani, ugyanúgy, mint a pinceterek felújítását. Az előadáshoz kapcsolódóan október 20-án 9, 10 és 11 órai kezdettel a Moson-Magyaróvári Városvédő Egyesület szervezésében Németh Gábor műszaki igazgató részvételével vártúra indul a Nyugdíjas Egyetem hallgatói részére. A program előzetes regisztrációhoz kötött. Az Eszes Tibor által tartott legújabb Nyugdíjas Egyetem részt október 15-én csütörtökön délután 15:30-tól kereshetik a közösségi oldalon, televíziónk adásán pedig október 17-én és 18-án, szombaton és vasárnap több alkalommal is vetítjük majd.